Finta Éva, a 21. század költői Petőfi Sándornak küldöm. Barátom, mondanám szívemből, kettőt fordultak századok, s mégis, mint akik elaludtak, szerzőink némultan nagyok. Ó nem, poéta nincs, vagy gyáva. Gyáva csupán a lét, a kor, Minnek ráléptek lábú s most sajog, és sír valahol. Itt minden elhúzott felettünk. Repülő, vadliba, iram. és mi itt ragadtunk, számlágatván mennyi a versben a fica. Írgalmatlan és ismeretlen velünk a jelen, a jövő. Mi volt, ha nem lett semmi ebben, és mi van, ha nincsen rá idő? Én mondanám, ne ad fel, bajtás. Vagyunk, leszünk, nem maradunk örökkön fiókba gyűrve, bár kétségtelen, hogy halunk. De elhiszi magát a szó is. Miért ne hinnénk mi neki? Felírták neved is az égre. Az szélvész el nem kergeti. Itt nincs kosár, mert hazavitték minden érában valakik. Itt nincs bőség, Zsebre vágták. Roskadnak svéd asztalaik a keveseknek, akik éppen szolgálnak bennünket vakon. És mi oly hálásak vagyunk érte, hogy övék pénz és hatalom. Sötét középkor tölt ránk itt. Szegény, buja és ostoba. Lefejez, meglop, rosszra csábít, házunkban van az otthona. Hitetlenkedsz, drága ifjú, ki semmiért mindent adott. Mi most naponta megtanuljuk, hogy lőjünk célpontra bakot. Megállnunk kell, és nem rohannunk. Szétnézzünk, merre is vagyunk, és tájolóval megkeresni szétszórt önérzetünk, fajunk. És új Isten A régi elgázolt és cserben hagyott. Egy új század tört ablakán át vizsgálgatjuk, ki a halott.